szereplő Siófok együttese kezdi, míg csapatunk tiszta fekete felszerelésben lép pályára. A mérkőzés játékvezetője Szőcs Gergely, a két asszisztens Erős Gábor, illetve Szalai Dániel. A tartalék játékvezető Dolnagó Bálint. És ebben a pillanatban a Siófok útjára indította a mérkőzést, illetve a labdát. És a nagy bedobás, sikerül kifejelni. Kamarás érkezik. Még mindig a vendégeknél a labda, oldalra perdül. És Horváth még annyit el tudott érni, hogy ne szöglettel, hanem bedobással folytatódjon a mérkőzés. És hatalmas bedobás, és egy óriási horvát bravúr. A vendégek mestere ezt már bent látta. Majd a bal szélen. Átvételt követően vissza Farkasnak, Farkas lő. Elkerüli a kaput, na felpörögtek az események. Egy perc alatt két lehetőség, mindkét csapat előtt egy-egy. Elek. Nem volt rossz próbálkozás, de pontosan olyan szögben ülünk, ahol láthattuk, hogy jó 3 méterrel elkerüli a kaput ez a próbálkozás. Futó. Hatalmas bedobás, sikerül ismét fejelni. És Elek Bence a kapufát, a felső lécet találta el. Vakler. És veszélyesen jön középre. Egy pillanatig senki nem találta a labdát. De aztán valahogy, ha jól láttam, Tajti Norbertről pattant oldalra a labda a 42. percben. Vakler újabb szöglete. És kapásra Farkasnak, nem tudott elég jól rádőlni, az elképzelés nem volt rossz. 45 percet követően Balmazújváros Siófok 0-0, és Speckó Tamás cserére szánta el magát a félidőben. Kamarás György helyére érkezett 11-es mezben Varga Kevin. Most némi zavar a siófoki védelemben, ezt kellene kihasználnunk. Máté fejel, kapufa! Bizony ezt kellett volna kihasználni. Veszélyesen jön középre! Hát Tajti elugrani sem tudott a labda elől. Hát nem tudom, hogy ki érkezett középen, de Tajti földbe gyökerezve állt ott a gólvonalon, és pekünkre pontosan telibe találtuk. Vajda lefejelte futót, és egy mélységi indítás Máténak. És ebből a felszabadításból gyakorlatilag indítás lett. Kozma már a 16-oson belül, és megszerzi a vezetést. A Siófok gyakorlatilag Tajti felszabadításából indult. Ott volt a 16-oson belül. De ő nem megfogta, hanem előre rúgta a labdát. Itt az utóbbi percekben ez a siófoki gól nem volt benne, de ha a játék összességét nézzük, az első fél idő alapján mindenképpen rászolgált erre a gólra a Siófok. De itt a második fél időben egyelőre semmit nem mutattak, csak rúgtak egy gólt a 65. percben. Sigér harcol a labdáért. Farkas próbálta visszalőni a rövidre, de nem találta el a kaput. Sigér. Sigér távoli próbálkozása. A 77. percben Tajti Norbert fogja Sigér Dávid próbálkozását. Vajda adja középre, sikerült megcsúsztatni Pap Ferencnek, de ez nem jelentett komoly veszélyt a kapura. Balmazújváros Siófok 0-1. Ebben a szezonban először szenvedtünk hazai pályán vereséget. Mi volt a 1-0-ás vereségnek az oka? Hát az, hogy nagyon langyosan kezdtük az első fél időt, nagyon nem tetszett. Második fél időben máshogy jöttünk ki. Ott volt is egy lehetőségünk, volt egy helyzetünk is. 1-0 után pedig nem tudtunk újítani, tehát
Én azt mondom, hogy ritkán bírálom a játékosaimat, de sokan volt, vagy voltak a pályán olyanok, akik nem tették oda 100%-osan magukat, ahogy kellett volna. Ide Balmazújvárosra gyakorlatilag azért járnak a csapatok, hogy védekezzenek, minél kevesebb kapott góllal megússzák a mérkőzéseket, de a Siófok már az első percekben jelezte, hogy a győzelemért jött. Mikor ide jöttem, akkor már mondtam, hogy én szeretem építeni egy olyan stílus, ahova ismerni fognak a vezetők, a szurkolók. Sohova nem megyem az, hogy kimentem a pályára, hogy most bunkerfoci, védekezés, hanem mindig megpróbálom, mondom azt, hogy gólra játszani, természetesen tudni kell, hogy mikor és milyen ütemben ezt kellett csinálni, de itt is őszintén mondom, nem sablon nyilatkozott, hanem tényleg készültünk, felkészültünk, és már mikor ide is indultunk, akkor is mondtam, hogy én megyek 3 pontra, mert a Balmazújváros ellen eddig játszottam 2-szer, 1-szer döntetlen, 1-szer kikaptam, mondom, akkor most ide, hogy nyerem a 3 pontot. És őszintén mondom, így felkészültem a játékosok, kalap le a játékosok előtt, csapatjáték, csapatmunka, csapatgyőzelem, ennyit tudok mondani, és gratulálom. Az a baj, hogy ez nagyon furcsa bajnokság, hogy itt semmi nem jelent most ez a 3 pont, ha nem tudunk folytatni. Abban a pillanatban, hogy nincsen folytatás, akkor megint, mintha nem nyertünk. Szóval furcsa ez a bajnokság, a tabela is, nyilván ez nagy siker nekünk, és bravúr. Tudtam, hogy egy nagyon jó Balmazújváros ellen fogunk mi játszani, de mondom, ez mai nap, őszintén mondom, hogy én számomra nagyon jó volt, pláne az első fél idő, amikor kellett minimum 1 gólot már vezetni, de oké, semmi probléma, mondtam is, türelmesek legyünk, tovább csinálunk ezt, amit terveztünk, és háló Istenre rúgtunk egy szép gól, gyönyörű gól, szép támadás, nem kaptunk, ilyen a foci, 1-0. Az első fél időben jobban benne volt a Siófoki gól, a másodikban mégis a semmiből szerezték ezt a mindent eldöntő találatot. Azt mondom, hogy az első fél időben sem valami volt benne, csak a nagy bedobásokból. Volt 2 kavarodás. A másik félidőben jobban kijöttünk, jobban rájuk mentünk, úgy nagyobb területek maradtak, és ugye egy visszarúgott labdából zicset tudtak kialakítani, hogy ez volt a legnagyobb bosszantó. Gyakorlatilag 2-szer egymás után nem szerepel ugyanaz a kezdő csapat a bajnoki mérkőzéseken. Igen, a mai mérkőzésen a legnagyobb hibás én vagyok a vereségért, hiszen nem sikerült a legjobb kezdő csapatot eltalálni, úgyhogy azon vagyunk, hogy ezen is változtassunk. Az első fél időben sokkal jobban benne volt a játékban a Siófoki gól, mint a második fél időben. Mi hangzott el az öltözőben? Nem hangzunk semmit. Mondtam is nekik, hogy felejtsünk el, 45 perc vége lett, most következik a új meccs, mert tudtam, hogy körülbelül ez fog történni. Nekem azért a fiatalok játékosok vannak, nem annyira sok tapasztal játékosok, és tudtam, hogy ha véletlenül ők, és ez történ, hogy ívelni fognak, támadni fognak, nekik azért igen, itthon illik, győzni kell, és én pedig vártam türelmesen játékosra együtt, mi kontrára akkor bíztunk, mondom, nem szándékosan jöttünk hátrébb, hanem megszorította minket a Balmazújváros, van ilyen, és mondom, bírtunk végig, hála Istene, de mondom megint csapatmunka. Elő próbált frissíteni, tehát bejött Varga, Kevin, Belényesi és Kovács, sajnos ők sem tudtak új szint hozni a játékba. Nehéz volt, hiszen már akkor egy stabil védekezés volt, akkor már csak a védekezésre rendezkedett be az ellenfél, és nagyon nem tudtunk kreatív dolgokat végighez vinni a pályán. Nehéz volt megújulni, nem is tudtuk, sajnos. Ez a győzelem mire lehet elég, hiszen elég sűrű a mezőny? Nem tudunk számolni, nem is akarlak, mert tényleg brutális, még nagyon sok meccse vár minket. Én úgy tudom, igen, még 11, úgyhogy egy tavaszi meccsről még egy hozták decemberben. Szóval még 11 meccs, az 33 pont még benne van a játékban. Nekünk mi odafigyelünk, hogy mindig jó dolgozunk, jó hangulatban csinálunk, készítünk mindig a következő ellenfele, és megpróbálunk minden több pontot szerezni. Mindig is mondta. Ettől szép a foci, hogy mindig van egy következő mérkőzés, éppen a listavezető Nyíregyházához látogatunk. Sikerül addig felpörgetni a társaságot? Természetes, hiszen holnaptól már csak a Nyíregyházával kell, hogy foglalkozzunk.